Hogyha pályára léphetett volna dr. Horváth Zsolt, aki a PMFC Matthiástól érkezett az MTK csapatához, de az utolsó előkészületi mérkőzésen eltört a talpközép csontja. 5 hét telt el a műtét óta, jövő hét kedden megy majd újra kontrollra, és ha ott mindent rendben találnak, akkor talán kiveszik jövő hét végén a drótot a csontból. És közben gól! Nagyszerűen kezdi a második félidőt a PMFC. Pölöskei Péter megszerzi első gólját új csapatában. Hát ez aztán a varázslatos kezdés a második félidő elején. Letörten ülnek az MTK kispadján Pölöskei Gábor, és most erre mit mondjon? Jól jön be a labda, Gropioni ezúttal rosszul mozdul ki, és fordulásból Pölöskei Péter, a Debrecenből igazolt csatár, rögtön góllal mutatkozik be új csapatában. Ez tehát nem lesz 0-0, vezet a Pécs a Hungária körúton.